A 16. része következik a Kérdezz Felelek videóknak. Vezetés technikai kérdések jöttek most zömével. Kezdjünk bele. Hello Dodor, kezdő motoros vagyok. Tavaly tavasszal vettem meg az első motoromat, ami egy Honda Forza 300-as robogó. Lehet, hogy hülye kérdéssel fordulok hozzá, de erről valahogy sohasem esik szó. Én pedig eléggé parázok, ha nagy szélben kell motoroznom. Többször volt az említett motorral, hogy autópályán jelentősen vissza kellett csippantanom a tempóból, kb. 80 km per órára, mert olyan oldalirányú széllökéseket kaptam, hogy úgy éreztem, hogy ledob a motorról. Ez mennyire normális, vagy csak én reagálom túl? Azon gondolkoztam, hogy mivel sok a műanyag felület és viszonylag könnyű a gép, 180 kg, ezért jobban bele tud kapni a szél, mint egy rendes motorba. Ez az elmélet mennyire állja meg a helyét? Tudsz esetleg tanácsot adni, hogy ilyen helyzetben mi más tehetek azon kívül, hogy jelentősen csökkentem a sebességet? Szeretnék elmenni a kanyarodás képzésedre is, remélem a 300 köbcenti nem kizáró ok. Mennyire kell máshogy motorozni egy kanyarban robogóval, mint más motorral? Gondolok itt arra, hogy magasabban ülsz, nincs a lábad között tank, nekem alapból egy kicsit bizonytalan az érzés 90%-al kanyarodni, de lehet, hogy csak azért, mert béna vagy, a köszi a válaszot előre, és Miki. Igazából az egyetlen megoldásod az, amit leírsz, hogy fogod és elcsukod a gázt. A széllökés, hogyha ellen tartasz, de nyilván minél könnyebb egy motor, annál könnyebben löködi a szél, és abszolút jól gondolkozol, az idomos motorokban nyilván nagyobb felület, mert könnyebben belekap a szél, úgyhogy iszonyú jó megoldást találtál magadnak, hogy egyszerűen lassítasz akkor, amikor esetleg jön egy ilyen helyzet. Az, hogy mit, hogyan csinálja a motoroddal, az, ha jössz képzés, akkor úgyis el fogom mondani, most abban nem mennék bele. Balogh Szabolcs, szia! Egy gyors bagatell kérdés. 15 éves kihagyás után ültem vissza egy 900-as, 72 lóerős motor nyergébe. Normál lassítást motorfékkel lassan visszaváltogatva, vagy kuplungot behúzva láb és kézfékkel, azt jelenti, kézfék, olyan motorodnak kézifékes. Kuplungot behúzva, láb és kézfékkel használva illik csinálni. Amiről még nem volt szó, de szerintem már sok ember életét megmentetted, köszi csak itt. Hát örülök, hogyha valaki esetleg tud valamit meríteni ezekből a videókból. Tehát, hogyha azt mondod, hogy normál lassítás, akkor sokkal egyszerűbb egy gázfröccs visszaváltás és egy enyhe fékezés. Nem rombolod vele a motort konkrétan, és kevésbé koptatod a fékbetétet, meg még kezelhetőbbnek is érzed az egész lassulási folyamatot. Szia! Először is szeretnék gratulálni a videóidhoz, mert nagyon őszinték és életszerűek. Én 14 éves koromban kezdtem motorozgatni minden elérhető keleti motoron, aztán táviratosként dolgoztam 2 évet, utána jött 18 év szünet. Most végre újra motorozom, volt Yamaha XY600, az milyen motor? Arra nem jöttem rá, de szerintem elírtad. Kawasaki KLR 650 is. De mivel sokat megyek a párommal több napos túrákra, ezek kicsik voltak termetre. Másfél szezont egy BMW 1100 RT nyergében töltöttem, de nem igazán volt az igazi. Két személlyel jobban tudtam vele menni, mint egyedül. Most Suzuki GSF 1250, ami az elődjéhez képest sokkal kezesebb. De őszintén megvalva, én is beleestem abba a hibába, hogy nagyon motorom van, mint a tudásom. A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudok hatékonyan felnőni a motorhoz. A képzésedre el fog menni ezen kívül, és megkérlek a videóban, ne olvasd fel ezt a levelet, mert kínos lehet számomra, köszi. Egyáltalán nem kínos, bocs, hogy felolvastam, de a legvégére teszed a... Ha a gyerekek, írjátok ki nagy betűvel a legelejére a különleges kívánságaitokat. Igazából a motorosoknak a hatalmas nagy része ugyanezzel küzdik, hogy nagyobb a motor, mint a képesség. Ezen marha sokat tud javítani a rengeteg kilométer, meg nagyon sokat tudnak javítani rajta a képzések. Nyilván a lépcsőzetesség az még többet. Hogyha egyszer megvan a motor, akkor idő kérdése, de egyébként elképzelhető még az is, hogyha valaki nem annyira ügyes, vagy épp pont az, hogy tart a motortól, akkor az az idő, amíg igazából nem a motor végletekig történő kihasználására, de míg eljut oda, hogy ez az igazán normálisan, stabilan, magabiztosan fordul meg állóhelyben, parkolóban mondjuk, vagy egy kétsávos úton, és dülönként jobbra-balra motorral elmegy normálisan egy szerpentinezésre, és nem azt érzi folyamatosan, hogy túl sok a motor, mert túl nehéz, túl erős, túl agresszív a fék rajta, az lehet, hogy hosszabb táv lesz, mint hogyha beiktatott volna valaki közé kategóriákat. Hát a képzésre várlak, aztán majd meglátjuk, hogy mit tehetünk. Orsós Bálint. Szevasz, tudnál nekem tanácsot adni, hogy betörléskor mennyire döntse a motort? Testvérem, lábtartóig szikrázzon! Ezt így nem lehet megmondani. Hát nyilván addig döntsd, amíg el nem esel. A csúszás határ fölött tartsd a gépet. Szeretem az ilyen összetett és komplikált kérdéseket. Varga Dániel, szia Dodor! Jövőbeni motorosként szeretném a tanácsodat kérni, 33 vagyok, A2 jogsim van folyamatban. Azért A2, mert úgy gondoltam, hogy majd idővel, ha úgy érzem, megcsinálom a különbözetit, ha már látom, hogy ki tudom használni és biztonságosan tudom kezelni a motort. Vékony alkatú vagyok, ezért abban kérném a segítségedet, hogy ennek mekkora hatása van egy nagyobb köbcentis motor kezelésében, főleg a súlyát tekintve a motornak. Most egy 390-es Duke vagy 400-as Ninja az, amiket kinéztem, esetleg Bandit. Tesómnak egy körlápás 750-es Teneréje van, na arra felülve már úgy látom, hogy nem tudom megtartani, és nem hiszem, hogy tudnám kezelni, mert túl erős és böszme.
A tesód? Jó tudom a motor. Szóval a kérdésem az lenne, érdemes lenne rutin előtt ára upgrade-elnem, vagy majd meglátom. Létezik olyan, hogy 182 centivel és 70 kilóval később tudok olyan rutin szerezni, amivel már megbirkózok majd a súlyosabb motorokkal, mint például egy 990-es Adventure vagy GSX-er, ha 4-5 szezonon túl gondolkodok? Tesóbb szerint tök mindegy, mennyire nehéz a motor, ha a súlypontja jó, de szeretném a te tanácsodat is. Tapasztalatom egyedül Simóval is, 125-ös DT-vel van, hálás köz, Dani. Igazából igen, tehát hogyha a motoros tudásodat fejleszted, a készségeidet fejleszted, akkor ez a 70 kg nagyon kevés áll, meg 182 vagy gondolom jó nyurga vagy hosszú kezekkel, hosszú lábakkal, tehát a motort azért jó magasra tudod tartani, meg leír a lábad róla, nem igazából, tehát nem kell fekve kinyomni ezt a motort, tehát egy motort, tök jól mondja tesód, hogy nem izomból vezetünk egy motort, meg minden motornak van egy súlypontja, na ez a változó, hogy melyik motor az, ami esetlegesen barátságosabb vezetési komfortja van, hát ez meg megint csak azt mondom, hogy tudás függő az, hogy mit tudsz belőle kihozni, de egyébként abszolút föl tudsz fejlődni nagyobb gépekhez, meg egyé többet, érted? Egyé, ne ízét, ne chipset zabáld, meg patogatott kukoricát, sok húst, sok szénhidráttal, érted? Azt a hadd nőjön az izom, meg nem árt, hogyha egy kicsit vittem én, gyúrsz egy kicsit, ott van most a, mi a neve az öreg asszonynak, aki most elöntötte a Facebookot, az a Bíró Mari, bazzeg. Hát a Bíró Marihoz elmész kondiba, érted, akkor úgy rendbe tesz apám, pillanatokat lesz egy 85 kiló. Azt mondja Hegedűs Dániel, szia, ismét egy kérdés, tavaly elbasztam egy őzet kocsival. Finom volt? Azóta sokszor bennem van ez az egész, főleg mikor motorral vagyok és nyelezem. Van-e valami tippet, hogy tudom elfelejteni vagy kontrollálni? Gondolom beégett az agyamba, pedig nem volt vész annyira a szitu, szerintem sokan érintettek vagyunk ebbe a témába, köszi előre is. Hát elfelejteni vagy elektrosokkal tudod, tehát belehugyozol a konnektorba, és akkor talán olyan áramütést kapsz, hogy így törlődik, de lehet, hogy benne van ennek az a veszély, hogy az egész múltat törlődik akkor, meg az is benne van egyébként, hogy utána így fogsz éveken át feküdni. Kontrollálni hogy tudod? Hát vadászpuskával konkrétan, hogy leszállsz a motor, az kilövöldözött, mielőtt végigmész ezen az útvonalon, vagy ha így sem, akkor meg úgy, hogy ahol tudod, hogy figyelmeztet a tábla őzveszélyre, akkor ötöcsön visszacsippantasz a tempóval. Annyira átérzem egyébként, amit mondasz, én nekem csak tavaly szaros 80-90-es tempón, amikor mentem képzésre ilyen szírszar utakon, 3 őzes esetem volt 3 héten belül, azt hittem, hogy összefosom magam, pedig nem az első volt az életemben a tavalyi 1-2 eset, mert már mit tudom, dobogók ő felé is ugrott ki elém őz. Én eddig megúsztam, de megmondom neked, az én paráimnak is az egyik top 3-ban benne van ez, hogy mi van akkor, hogyha erdősávból kijön az őz. Olyan mindegy, bazd meg, hogy 80-nan mész, nem mindegy, de 80-an is ki tud ugrani az őz eléd, hogy már vége. Egy haverom járt még 1000 évvel úgy egy CBR 900-assal erdősávba, nem volt nagyon a tempója 100-110, és ott nem őz volt, hanem szarvas konkrétan, talán ez is volt a szerencséje, viszont az a mák, hogy nem esett el, ütköztek a szarvasat, de csak érintőlegesen, eltörte a motoron az idomokat, és a nyakán konkrétan olyan sebet ejtett egy centis vágást itt, az ütőere mellett konkrétan, itt a főere mellett, olyat bazd meg, hogy mondta doki neki, hogy 2 centi, aztán viszont lágy tojás, mert kitépi az eret ott, akkor elvérzik az árokparttól, lehet, hogy nem fájt volna neki, csak még 2 perc, aztán besötétedik, aztán vége. Úgyhogy én mindenkinek azt tudom mondani egyébként, főleg amikor rájön az őzökre, kúrhatnék meg az ilyen vadállatokra, hogy akkor elkezdenek pörögni az a jobbra-balra, és ezt be is mondják a hírekben mindenhol, hogy autósok, motorosok figyeljenek, mert marha nagy a kúrótúra az őzeknél, úgyhogy akkor figyelni kell, de amúgy is egyébként én részben ezért rühellek sötétben motorozni, főleg ilyen kisebb utakon, mert ott aztán az meg áll az úton, se veszed észre, csak hogyha 15 méterre van előtted, még hogyha talán kúra jó lámpája van a motorodnak, akkor talán észreveszed. Sőt, még azt mondom neked, hogy nekem is voltak olyan szituim, még amikor nagyon-nagyon hülye voltam az elején, amikor elkezdtem motorozni, aztán a haverokkal mentünk így a szomszéd faluba menősködni a motorokkal, hogy majd a parkolóba leállítjuk, mert bál van, és akkor így nézzük a csajokat, hogy hello, tintek, jó, itt a költözőben az, mint mi nem tudtunk, mert motorra vagyunk. És akkor ilyen 2 kilókat röpködtünk ilyen izében, ilyen erdősávokba, aztán egyszer csak mondta az egyik haver, hogy láttad a vaddisznókat az utcán? Milyen vaddisznókat? Ott mentünk, elmentünk 2 méterre. Na onnantól kezdve én így átgondoltam az egészet, aztán így leszoktam a sötétbe való motorozásról. Mindenkinek ezt javaslom egyébként. Ha sötétbe mész, volt tavaly, meglátogattam egy ismerősömet valahol Tatabánya környékén, és ránk sötétedett, konkrétan sötétbe indultam haza kis szírszar kanyargós úton. Nem viccelek, 50-nel. 50-nel mentem, mert ott más nem csináltak az állatok, mint így az úton. Úgyhogy nem tudsz más csinálni. Ők vannak előnyben igazából, tehát, mert ők hallják, hogy te jössz, de te nem látod.
Solymosi Péter, hello Dodor, olyan kérdésem lenne, hogy neked mi a véleményed az e-sportról, ha azt lehet egyáltalán sportnak nevezni. Személyes vélemény az, hogy bár akármilyen szimulátort építenek, akármennyire élethű, akkor is egy nagyon lényeges dolog hiányozni fog, mégpedig a tök. A zsibbadós vagy a sima? Elhiszem, hogy nagyon jól mennek vele, de a való életben 100-nál beszarna, nemhogy 200-al vegyen be egy kanyart, és centikre pontosan tudnak körözni. Kb. Nekem olyan, mintha online Call of Duty játékosnak Afganisztánba kerülne. Na mi az? Kb. Nekem olyan, mintha online Call of Duty játékos Afganisztánba kerülne. Kíváncsi lennék, hogy hogyan szerepelne. Válaszolott előre is köszi, várom, hogy olyan a vírus végét, hogy tudjak menni a képzésre és tanuljak tőled. Hát igazából megmondom neked, én azt gondolom, hogy az autósoknál jobban működik ez a történet. Ott már még a Senna idejében is már használták a 3 pixeles kis izéket, szimulátorokat. Egyébként azt nem tudom, hogy akkor mit csináltak a mostanihoz képest. Annyit tudok, még emlékszem, hogy a Senna az egyszerűen azt mondta, hogy ő nem hajlandó leülni egy számítógép elé és azzal menni, mert az nem valóság. De ha most már megnézed, hogy hol fejlődött a világ mondjuk így 2020-ra, akkor konkrétan mondjuk a Forma 1-es pilótáknak külön építenek nagyon durva speckó szimulátorokat, repülőszimulátoron tanulnak, hogy leszállni emberek, stb. És pont most olvastam egy kurva jót valahol a neten, hogy való Kaliforniában az El Toro reptéren, talán lehet, hogy még jártam is ott, de valamikor a 90-es években volt egy csávó, aki így kis repülőzött, és neki az kevés volt, meg ilyen minden rekordokat akar dönteni, és volt valami tábornok haverja, aki beengedte a vadászgépek közé, és ellopott a csávóba ezek egy vadászgépet úgy, hogy csak szimulátoron gyakorolt előtte egy-két hónapot, és 3-4 órát röpködött Kalifornia fölött a vadászgéppel az ember, bazdmeg. És szimulátoron tanult meg felszállni, leszállni, és tudta kezelni a gépet. Úgyhogy az, hogy most gondolom, egy vadászgéphez képest mondjuk egy motoros kutya fasza, persze egyébként két dimenzióban mozogni, az nyilván abból a szempontból nehéz, hogy jön 200-al a kanyar, aztán nem menjen neki a falnak, meg mekkorát kell fékezni, milyen a gumitapadás, ugye ebbe abszolút aláírom azt, hogy a motort irányítani sokkal nehezebb lehet egy szimulátoros embernek így felülve egy nagy motorra, de nézd meg például, ott van a Mihály Sznorbi, az élő példa, aki szimulátor bajnok világban, nem tudom hol lett, annyira nem tudom, nem emlékszem már rá, de aztán nézd meg, hogy konkrétan egy nagyon szuper autóversenyző lett belőle, illetve hát még mindig azt mondom, az autó motorosoknál biztos, hogy a szimulátor jó, motorosoknál aláírom azt, amit mondasz, hogy ott valószínűleg sokkal összetettebb egy motornak a vezetése, mint egy autói, és ott nehezebb a szimulátorból egyszerre fölülni egy motorra bármilyen. De ide kapcsolódik egyébként az, hogy rám írt a Sebestyén Peti motorversenyző, tudjátok, aki tavaly is közvetítette meg egy-két éven keresztül az egyik TV csatornán a MotoGP-t, és azt írja, szia! Azt mondja, kérlek, ha van időd, nézd rá, és ha tetszik, és látsz benne fantáziát, akkor egy megosztásnak nagyon-nagyon örülnék, és hálás lennék. És itt azt írja nekem, hogy van egy nyílt motoros e-sport bajnokság. Nézzük, mit ajánlott nekünk Sebestyén Peti. A Facebook oldalára, ha felmentek, akkor március 28-án kitett egy posztot, aminek az a szövege, hogy teljes gázzal segítenek a magyar motorosok. Mindenki számára nyílt motoros e-sport versenysorozatot indítunk. MotoGP 2019 és MXGP 2019 STG Gaming Kupa. Én nem tudom már mik ezek, de biztos ti értitek. Segíts teljes gázzal elnevezéssel, ahol a nevezés feltétele egy egyénileg meghatározott adomány összeg felajánlása a Vöröskereszt, felkészülés a koronavírus ellen program számára. Ezt a szuper kezdeményezést a CL4 Offroad motoros iskolával együtt indítjuk. Ha szeretnél te is versenyezni, az alábbi információt itt találod, és figyelj, www.stg.sebestyénpeti.com. Tehát, hogy valaki akar kicsit segíteni a Vöröskereszten, mint ahogy látjátok, egyénileg eldöntött összeg, 500-tól 500 milliárdig fogsz tudni utalni, szerintem minden forint számít ilyenkor. És ha valaki meg szereti nyomkodni a szimulátorokat, akkor hajrá, itt van a lehetőség. Sok sikert hozzá, Peti, remélem, hogy összejön a történet. Valen Dávid írja, szia Dodor, lehet sok a szabadidőm, de lett még egy kérdésem. A gyorshajtással te miért viszonyulsz olyan lazán, és általában a motorosok is? Micsoda? Micsoda? Gyorshajtás? Hát hol? Amikor voltál, azt hiszem az F900 vagy az S1000XR-es videódban is, amikor valakivel beszéltél, aki szervezte a tesztet, és sápítozott, hogy mennyivel mentél, és mondtad, hogy csak bízd ide, azért vagyok, hogy oldod meg, hogy ne kapj motorozásonként vagy 5 csekket? Mert vannak, akik nem állnak meg, de A2-es jogsíhoz való motorral nem hiszem, hogy megtehetem, és a rendszámtáblával is mondtad a ciprusi videódban, hogy Magyarországon ezért gyorsan lekapnak. Mi a te és az úgy általában a motorosok taktikája, mert azért lássuk be, 90-el sem élvezetes mindig bevenni a kanyarokat. Jaj, de veszegeted itt ezt a kényes témát. Hát igazából azt gondolom, hogy aki motorra ül,
a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy része az már ment olyan sebességgel, ami nem kompatibilis a Cresszel. És még mielőtt esetleg, hogyha valaki nézi ezt autós, mondjuk ezt a fajta videót, és jön, hogy mert látod, be is valljátok, hogy ti száguldoztok, akkor megint csak azt tudom mondani, hogy egyébként a védarendszer által elkapott gyorshajtóknak a zöme autós. Úgyhogy azt gondolom, hogy a gyorshajtás egy teljesen általános történet a világban. Senkit nem buzdítok se az egyikre, se a másikra, nem akarok se Cresszpápa lenni, se az, hogy szarjuk le a Cressz. Igazából azt gondolom, az életszerűség az az, hogy megtörténik a gyorshajtás, mint ahogy megtörténik mindenféle Cressz szabály szegése is. Valahol egyébként úgy gondolom, hogy maga a közlekedési társadalom egy bizonyos szinten beleszámítja a közlekedésébe azt, hogy a Cresszre 100%-osan számítani nem lehet. Én azt is gondolom, hogy ha valaki úgy közlekedik, hogy azt mondja, hogy csak a Cresszet tartom be, és engem nem érdekel, és ezt el is várom, az a hibás elgondolás, mert ahogy a baleseti statisztikák mutatják, hogy hányfajta elsőbbség meg nem adás, hányfajta rossz helyen előzés, meg mit tudom, milyen fajta baleseti okok vannak, konkrétan ezek azt mutatják, hogy nem hihetsz el mindent a Cressz könyvnek, hogyha te majd betartod, akkor más is betartja. Maga a gyorshajtásra azt gondolom igazából, hogy az észszerű motor élvezethez úgy lehet hozzá csatlakoztatni a gyorshajtást, hogy a megfelelő helyen és a megfelelő időben. Most, hogy elkezdődött egy, nem hívnám igazából szezonnak, nagyon sokan azt posztolják a Facebookra, hogy elkezdődött a szezon, meg ezt a szezon, és akkor gyakorlatilag azt látod már, hogy a motorokat, most már törött motorokat szedik ki az árokból, és olvastam olyat is, ami gyorshajtás, stb. Azt gondolom nem észszerű. Úgyhogy, hogy viszonyulok a gyorshajtáshoz? Úgyhogy én szeretem élvezni a motorokat, szeretem élvezni a motorozást, és ha lehet, akkor ott teszem meg, ahol igazából 1000%-os biztonságban vagyok, amit igazából soha nem lehet előre tudni. Lásd az én horvátországi balesetemet, ott se mentünk a Cressz alatti tempóval, és meg is lett a következménye. Igazából jó szétszbalasztam a bokámat, meg a bordáimat, úgyhogy a pakliba mindig benne lesz, hogyha valaki elkezd feszegetni a határokat, vagy elkezd olyan tempóval menni, akkor bele kell számítani azt, hogy a pakliba benne lesz, hogy sokkal hamarabb történhet valami. Persze nem előírás ez sem, pont akkor, amikor azt nem véletlenül mondtam, hogy a megfelelő helyen és a megfelelő időben, a megfelelő technikai felszereltségi motorral, stb. Tehát azt gondolom, hogy rengeteget meg tudnak tenni a motorosok annak érdekében, hogyha esetlegesen épp élvezetes motorozást tolnak, akkor ott rendelkezésre álljon fékerő, tapadjon a gumi, ne egy szírszar szétkopott, használhatatlan szarral menjenek, legyen fékbetét normális a motorba, de hát erről szólnak a videóim igazából, hogy hogyan lehet azért a motorozás élvezetét a lehető legkevesebb rizikóval megtenni. Soha nem lesz rizikómentes a motorozás, azt gondolom egyébként. Most aztán az meg megint bele lehetne menni, hogy a rizikómentes motorozásnak nincs köze mindig mindenáron a gyorshajtáshoz, mert le lehet menni 80-nal is az útról igazából egy 90-es táblánál, hogyha mondjuk szarul vezeted a motort, vagy nem épp alkalmas motorral rendelkezel. Maga egyébként, ha azt mondod, hogy hogyan kapok motorozásonként, miért nem kapok, vagy hogy mit csak 5 csekket, ha jön csekk, akkor nem tudsz más csinálni, vállalod és befizeted. Én nekem az életemben nem volt egyébként olyan húta nagyon sok gyorshajtásos motoros bírság esetem, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez egy ilyen létező jelenség, ez a gyorshajtás. Autósoknál, motorosoknál, buszosoknál, villamosoknál, bicikliseknél, rollereseknél, meg a faszom tudja, milyen közlekedési eszközök vannak még, úgyhogy ez így néha benne van. Majd fogok csinálni egyébként erről a témáról egy videót, ami valószínűleg ki fogja verni a biztosítékot egy pár helyen, mert összegyűjtöttem, és már évek óta megvan, és évek óta gondolkodom rajta, hogy ki merjem-e tenni, de úgy döntöttem, hogy ki fogom tenni még a szezon előtt, hogy hogyan is kell gyorsan hajtani. És ott le van írva 10, vagy azt hiszem 10 plusz 1 pontba gyűjtöttem össze, hogy mik azok a gyorshajtási feltételek, hogy az élvezetből ne legyen tragédia. Úgyhogy majd még kidolgozom ezt a videót, és meglátjuk, majd jönni fog. Úgy látszik, most egy ilyen kis karitatív videó van, mert kaptam egy ilyen üzenetet Szoboszlai Balástól. Szia, tudom, nem sűrűn szereted az ilyen üzeneteket, de a segítségeddel több helyre eljut. Én igazából mindig nagyon szívesen segítek, így kicsit azt mondom, hogy globálisan. Amikor egyes ember jön, hogy segíts nekem ebben, segíts nekem abban, segíts nekem, azt nehezebb tudom teljesíteni, mint például az ilyen jellegű kérést. Megjelent egy ilyen online híroldalon, hogy a motoros maszkokat és szabad utat kérnek a koronavírus ellen küzdő mentő motorosok, és a következő van, jelent meg a cikkben, hogy a kialakult helyzet miatt az idén a tervezetnél jóval hamarabb kiküldik az utakra a mentő motorosokat, akik most azonban sürgős segítségre szorulnak. A Magyar Mentő Motoros Alapítvány szerda délután arról számolt be, ez valamikor
Ez március 25-i cikk, nem tudom, hogy ez a videó mikor kerül föl, mert folyamatosan gyártam és folyamatosan teszem föl, úgyhogy kicsit csúszásban vagyok. Hogy bár idén eredetileg csak május 1-én indították volna be a motorjaikat, erre már az ezen a héten sor fog kerülni a koronavírus minták gyűjtésében és a tesztek szállításában. Első körben 2 vagy 3 mentőmotor fog részt venni, később pedig folyamatosan be fogják vetni az összes kétkerekűt. A motorok megváltoztak, az új feladat kívül belül átalakítást kíván tőlük, most nem olyan gyönyörűek, mint eddig, cserébe alkalmasak a minták hűtött szállítására, és a motorosaink védelmét is biztosítani tudják a tesztek végzése alatt. Valóban maximális, mégis motoros körülményekre szabott védelemhez még szükségünk lenne sürgősen 4-500 darab motoros maszkra kámzsára, ennek beszerzésében kérnénk a segítségeteket, írja az alapítvány. Ha közeljövőben mentőmotort látok az utakon, engedjétek el, most annyira ne menjetek közel hozzá, dolgozik, és ez most nem a motorsimogatás ideje. Ne csodálkozzatok, ha egy picit másként néz ki, és gondoljatok arra, hogy nélkületek talán ott sem lehetne, és most veletek együtt harcolunk. Azt gondolom egyébként, hogy most per pillanat abban a szempontból könnyű helyzetben vannak a motoros mentősök, hogy forgalom az utakon igazából alig van, úgyhogy haladni biztos, hogy tudnak. Nem irigylem őket, mert itt most mindig változik a hőmérséklet, tehát hogyha kihívd őket vidékre, valamikor 3 fok van, valamikor 18 fok van, tehát így napokon belül, hogy változnak itt a hőmérsékleti viszonyok, de azt gondolom, hogy egyébként nekem ismerősöm is esett már át koronavírus tesztel, nem motoros mentő ment érte, vagy motoros mentős ment érte, nem sima mentő, úgyhogy tényleg működik az, hogy a teszteket csinálják. Tudom azt, hogy ott hallottam én is, hogy vannak csúszások, az én ismerősöm is várt egy hetet, de megszületett a teszt eredménye, szerencsére negatív lett. És azt is el tudom mondani nektek, hogy hamarosan, sőt lehet, hogy mire ez a videó megjelenik, arra már a Facebook oldalamon, a facebook.com/dodorson be is jelentettem azt a hírt, hogy konkrétan elindul egy segélyező SMS vonal, amit az ilyen jellegű esetekben fogok bevetni, hogy ahol szükség van motorozással kapcsolatos segítségre, szeretném majd a segítséget érni, majd bőven abban a videóban megtudjátok, hogy miről lesz szó. Én itt a háttérben már azért intéztem egy pár dolgot ráérősen. No, Vég Sándor, szia Dodor, gondolom a helyzetre való tekintettel a kanyarképzések elmaradnak. Igazából magát a kanyarodás képzést amúgy se szoktam elindítani május közepe, május vége előtt. Hát most még addig van 2 hónap, tehát most én március végén csinálom ezt a videót 31-én, úgyhogy ha itt május végére, június közepére rendeződik a dolog, akkor teljesen a normális kerékvágásban fogom indítani a képzést. Én mindig meg szoktam várni azt a fajta tuti időjárást, amikor már jó az aszfalt hőmérséklet, amikor már kellemesen tudunk motorozni, amikor már megállunk egy fa árnyékába és úgy tudunk dumálni. Részben utálok fázni, másrészt igazából nagyon sokan jönnek az ország különböző részéről, mit tudom én, Miskolc környéke, Pécs környéke, Sopron környéke, Szeged környéke, és ha épp mondjuk úgy volt szerencséjük, hogy a délelőtti képzésre tudtak mondjuk helyet foglalni maguknak, akkor ne kelljen már reggel 6-kor mondjuk a hidegben indulni 200 km-t motorozni, meg még nálam 4 órát, meg még haza, úgyhogy sokkal kellemesebb az, amikor már akár reggel elindul, és már akkor is normálisabb hőmérséklet van, illetve jönnek azért sokan külföldről, Erdélyből jöttek eddig, Ausztriából jöttek, tehát így messzebbről jöttek motorral, úgyhogy én azt gondolom, hogy majd meglátjuk, hogy hogy változik a helyzet. Nem valószínű, én nem számítok arra, hogy keresztbe tesz a képzéseknek maga ez a karanténos történet, mert hosszú lesz még itt a nyár. Úgyhogy meg ha azt nézem, hogy eddig mindig a nyár végén szeptember, október meg tök jó idő volt, úgyhogy nem hiszem, hogy ezzel problémánk lesz. Szia Dodor, Németh Bálint írja, követem a videókat, amiket készítesz. Nagyon korrekt minőségi munka az... Ez minőség... Mi a minőség ebben? Én nem gondolom, hogy egyébként, de nem is érdekel. A kérdésem az lenne, hogy jártál-e már Isle of Man TT-n? Az ott versenyzők igazán tökös srácok, igaz, nem az én asztalom, de ez az utcai verseny műfaj, de órákat tudom nézni, amit ők művelnek. Mi a véleményed erről lakonikus és nagymúltú versenyről? Szerintem nem lakonikust akart érni, hanem ikonikust. Köszönöm, hogy időt szakítottál levelemre, üdvözlete Bálint. Megmondom neked, hogy nagyon szeretem igazából én is nézni ezt a dolgot, és még hát azért jó sok évvel ezelőtt mégis úgy voltam vele, hogy bármikor elindulnék, csak közben mindig más szavak is vannak a fejemben, tehát bármikor elindulnék, most már így igazából nem tudom, hogy akarnám-e ezt a történetet, amikor az ember sok-sok ilyen balhé közeli állapotban, meg sok baleset után van, meg pár esés után, akkor igazából nem biztos, hogy most annyira faszt akarnék én ott már méregetni. Még amikor fiatalabb voltam, akkor benne volt a pakliba, sőt, még jó pár évvel ezelőtt, amikor a nagyon jó barátom a Böröcki Pepihez ellátogatott a Phil Reed, ugye 6-szoros MotoGP világbajnok, aki nagyon sokáig tartotta azt a rekordot, hogy ő volt minden idők legfiatalabb Mennsziget TT győztese, és nekem volt szerencsém egy pár napot Budapesten
feltölteni a Fear Read-del, és még ugye voltak nekem régen az utcai szágudozós videóim, és én leütöttem a Fear Read-et egyszer az egyik elé, és mondtam, hogy figyelj, nézd, én így megyek, szerinted az a TT milyen lenne? És ő már indult a TT-n, tudja, és én meglepődtem, hogy teljesen nyíltan fogadta azt, hogy ő szívesen megnézi az én videómat, és azt mondta, hogy te hülye vagy, bazd meg. És azt mondta, hogy nem lenne rossz, ott menné, nem lenné utolsó. Azt mondta, hogy azért sokat kell gyakorolni egyébként oda. Az egy másfajta történet az, amikor ott aztán tényleg ingatja benne van, és ott aztán nincs izé, hogy most egy kicsit elveszed, mert kicsit elveszed, akkor ott nincs esélyed. Régen elmentem volna, most már inkább nézőként, most ugye az idejében elmarad a TT, de az elmúlt években olyan sokan írtak rám, hogy nem szervezek oda utat, hogy valószínűleg a jövő évben, hogyha lesz lehetőség, megint nem lesz olyan balhé, ami ott elmarad, oda egy kisebb csoporttal én ki szeretnék látogatni, és bulizunk, meg megnézzük, meg ökörködünk egyet. TT-vel kapcsolatban jött a következő levél is, meg a Mindless, szia, éppen most néztem az egyik kérdezfelek videódat, nagyon érthetők, stb. Én most azért írok, mert egy olyan kérdésem lenne, ami nem feltétlenül a motorozással kapcsolatos, inkább a motorsporttal. Amikor láttam évelek ezelőtt, hogy Bitter Sándor indult a mentétén, akkor nagyon felkaptam a fejem, hogy ki lehet ez az ember. Sajnos utána nem sokkal elhunyt. A kérdésem az lenne, hogy ki volt ő, hol lehet infót szerezni róla, vagy kitől. Kicsit olyan, bárhol is fordulok ezzel, mint a falnak mennék. Ebből azt gondolom, hogy sok ember nem kedvelhette, de senki semmi konkrét dolgot nem mond ezzel kapcsolatban. Ha esetleg negatív dolgok miatt, azt megértem, mert végül is egy elhújt embertársunkról van szó, de engem az is érdekelne, ha máshogyan nem, akkor privátban köszi előre is. Ha jól tudom egyébként, akkor a Bittinek van egy Facebook oldala, ahol a Bitti rajongók a mai napig megemlékeznek a Sanyiról. Tudnék róla mondani sok mindent, mert voltunk kapcsolatban, nem voltunk haverok, sőt volt olyan időszak is az életünkben, hogy konkrétan nem voltunk egymás kedvencei. Volt azért neki is egy olyan habitusa, amit nem biztos, hogy mindig lehetett tolerálni, stb. Egy biztos egyébként, hogy elvetemültebb, elvakultabb az életét a motorversenyzésre feltevő embert nem sokat ismertem. Amellett, hogy azt mondom, hogy nem mindig volt a csávókám a szívem csücske, de viszont végig gondolva, akár már mondjuk a halála után is, hogy szó szerint rá lehetett mondani pozitív értelemben is, hogy nem normális. Negatívba is, de pozitívba is, hogy nem normális. Mert valaki olyan szinten reggeltől estig az agyába más ne járjon, hogy Macau GP, Menszigeti TT, faszom tudja milyen versenyek, amiket megcélzott, nem tudom, hogy Zájrison mente, meg marha jó kapcsolatokat gyűjtött össze, nagyon sok mindenkit ismert a Menszigeti TT-n, versenyzőket, stb. Az éveken keresztül járt oda. Úgyhogy azt tudom róla mondani, hogy ha Magyarországon a motorversenyzőknek egy részében csak a fele annyi meg lenne egyébként, mint ami a Bitterben volt, hogy konkrétan nem érdekelte, hogy másnap mit eszik. Nem vicc, hogy voltak olyan időszakai, hogy azt gondoltam, hogy az ember az tényleg idióta, mert kapott felajánlásokat innen-onnan, hogy mehetne dolgozni, külföldre pénzt keresni, és azt láttad rajta, hogy telibe szarja teljes egészébe, ő egyetlen egy dolgot akar, nagyon-nagyon áhította a sikert, nagyon-nagyon szeretett volna még nagyobb sikereket elérni, nagyon-nagyon szeretett volna igazából azt gondolom ilyen még nagyobb rajongótábort magának, hogy megkapja azt a fajta tiszteletet, amit általában szerintem, amit látott mondjuk Angliában, hogy mit kapnak meg mondjuk a mentétén indulók, hogy mekkora hatalmas nagy sztárok azok, akik kint angolok és indulnak a kinti GP-n, és őket körbeviszik, stb. Hát a Sanyi ezt Magyarországon nem tudta elérni szerintem igazából, és azt szerintem nagyon-nagyon hiányolta. Ennyit tudok róla elmondani. Kutatgass a neten, mert azért vannak róla videók, meg mondom, ha még működik az a Facebook oldal, amit neki csináltak a halála után, akkor ott azoktól az emberektől tudsz bármilyen információt kapni róla. Azt mondja, Bellai Zoltán, szia, rengeteg videódat láttam, és nem találok szupermotóval foglalkozó videót. Nagyon-nagyon egyszerű ez a történet, azért, mert nem szupermotózom. Az megint csak egy olyan fajta szélsőség, mint az endurózás meg a crossozás, hogy mivel nem vagyok benne, ezért nem hiszem, hogy nekem szupermotóra kéne üljek, és szupermotóról kéne dumáljak úgy, hogy vakon vagyok a témában. Érted? Tehát meg azt gondolom, sajnos a szupermotó az nagyon-nagyon leáldozott egyébként az elmúlt időszakban. Ugye öreg Kökényesi Gyuri bácsi meghalt, ő csinálta régen a szupermotó versenyeket, és igazából nagyon azóta nem is tudom azt, hogy van egyáltalán szupermotó szakáknak esetleg versenyei meg ilyenek. Úgyhogy visszatérve az utcai szupermotónál meg úgy vagyok vele, hogy annyira más a... Ugye a szupermotónál mindenki, hogyha valaki szupermotót lát, akkor az a laposan csúszok, keresztbe elfordok minden.
ez versenypályán meg lehet csinálni, de azért utcán nem nagyon, persze biztos, hogy találsz amerikai videót, ahol az meg baromkodnak mondjuk egy parkolóba, vagy egy közúton, vagy bárhol, de jellemzően igazából azt látom, hogy a szupermotót egyébként motorversenyzők használják edzésre, meg felkészülésre, meg ilyesmi. Városba közúti használaton egy jó kis filigrán jármű egy városon belül ökörködése egykerekezéshez. Ennyit tudok elmondani. Igazából olyan hú, de sok mindent nem fogok tudni mondani neked továbbra se a szupermotókról, mert kicsit szélsőségnek érzem az átlagos utcai felhasználáshoz képest, és megmondom neked, hogy a gyártók se nagyon nyomják ezt a kategóriát, mert nagyon, nagyon kis darab számú az, akit érdekel. Azt mondja, Herman András, szia Dodor, a kérdésem a következő lenne, a sor 1 vagy a V1? Jobb, ha fodrászhoz megyek, most egy egyhengeres boxerrel járok és kopaszodom. Vicc nélkül a haláltétekodnál is volt klinikai beavatkozás, vagy ott is csak kopaszodsz? Azért érdekes, hogy elvárnánk az emberek, hogy tanítsd meg őket online motorozni. Bocs, ha cinikus voltam, de most minden nevetés ajándék. Te nem cinikus voltál, hanem geci. Egyébként mit, ami kiegeremre gondolsz? Ez már nekem régóta ilyen, meg tudták volna csinálni, hogy így levágják, de mondtam, hogy hagyjuk a francba, jó az ott nekem. A legyeknek legyen hova leszállni, érted, leszállópálya legyen. Varga Mence, szia Dodor! Szuperek a videók, nagyon sokat tanulok belőlük. Talmával készített MotoGP-ről szóló videóban a 11. percnél Talma megemlíti, hogy a jövőben a motoroknál teljesítménykorlátozás lesz bevezetve, 100 lóerő. Ezzel kapcsolatban milyen információd vannak, mikor várható, mi a véleményed róla? Csak az újonnan üzembe helyezett motorokat fogja érinteni? Köszönöm, hogy ilyen jó és hasznos videókat készített nekünk motorosoknak. Mondott ilyet? Nem értetted félre? Mert én nekem valahogy ez így nem rémlik. Meg nem is hallottam róla, hogy a motoroknál lesz 100 lóerős bevezetés, vagy beszéltünk ilyenről, hogy nem csak ilyen feltételezve, hogy mi lenne, ha bevezetnék, mert sok helyen már bevezették, ami egyébként, ha jól tudom, talán Franciaországban volt ilyen, de azt sem tudom, hogy azt megtartották-e, vagy elvérzette. Nem tudom. Habza Béla, szia Dodor, Abusz nyeremény lánccal mi újság? Volt már hirdetve nyertes, csak én maradtam le erről, köszi, szép napot. Nem, az Abusz lánc még nem lett kisorsolva, úgyhogy továbbra is lehet osztogatni azt a videót, hogy a nyeresi esélyeteket növeljétek. Aztban maradtam az Abuszosokkal, hogy megvárjuk, amíg ez a karanténos időszak véget ér. Jönnek majd további Abusz termék bemutató videók, amik majd reagálnak egyébként azokra az első videó alatti kérdések, hogy jövök, csipőfogóba elvágom. Senki nem mondta, hogy csak egy darab láncot lakhatsz a motorra, és nincs további Abusz féle védelem. Ezek a videók majd egymásra épülnek, és abban a következő videóban lesz kisorsolva majd a nyertes. Addig is nyugodtan osszátok, és növeljétek a nyerési esélyeteket. Farkas Szilárd írja, szia Dodor, vagányok, a videóit készítettél, 3 videót a 25 féle esély sorozatból, esetleg tervben van a negyedik rész, hamarosan várunk Erdélybe, majd remélem, hogy jövök. Igen, már előkészítettem az anyagokat, úgyhogy előkapartam a régi mobil Winchesteremről, mert az egész 25-öt kiválogattam, már mindegyikre megvannak a videók, csak elő kell készülnöm rá, mert ott egy kicsit az ilyen olyan videó, ami több felkészülés igénye, meg kéne írnom hozzá a szövegeket, stb. Átnézni a videókat, hogy mi az, amiről beszélünk, de dolgozom már rajta, úgyhogy hamarosan folytatom a sorozatot. Nevet léci ne! Oké, Gergő. Tehát teljesen veled nem mondom el. Szia Dodor, több kérdésem is lenne. Egy, milyen motorod van most? Ez nem az enyém. Robogó, de igazából nálam így pörögnek a motorok, tehát saját motorom igazából nincs. Most adtam el az utolsó saját közúti motoromat, most adtam el, tegnap előtt volt 18 évvel ezen. Vagy 17, nem tudom, 2002 vagy 3-ban adtam el az utolsó saját utcai olyan motorom, amit én vettem saját magamnak. Azóta nálam állnak pörögnek a tesztmotorok, és nincs értelme bennállítani a garázsba egyet, miközben itt is most állít 2, látod? És csak azért, mert nincs jó idő. Úgyhogy nincs meg, nem is tervezek igazából. Milyen motorjaid voltak eddig? Igazából sokféle. Az nagyon sok. De nem is az a lényeg, hogy nekem milyen motorjaim voltak, hanem miatt nem próbáltam még, abból van a kevesebb. Szóval a harmadik kérdés, mit gondolsz az 50-es és a 125-es kategóriáról? Most itt nem a szalonmotorokra gondolok, hanem főként a 15-20 éves 2T-kre, Aprilia RS, Honda NSR válaszokat előre is köszi. Hát szerintem igazából van egy olyan motorszerű réteg, akit a fiataloknak a két ütem szeretete tart életben, mert gondolom folyamatosan megy a szervizelés, ha mit csinál egy fiatal, nagyon helyesen nyelezi, mint a vadparaszt az meg, de hát ugye a kettő ütem az nem megy ki a világból. Úgyhogy szerintem nagyon sok szerelő szereti ezt a réteget, akik imádják a kettőtét. Megölegedén volt nekem is a kezeim között régi 1000 éves két ütem, ami robogó például. Hát őszintén én nem nagyon szerettem az ilyen jellegű sportosabb motort, amit te mondasz, hogy RS meg Honda NSR. Nem tudom, én nekem nem ez a kategória, mit van ez a 125-ös motor. Ezen nemrég hoztam el egy helyről. Jó lett volna ez, hogyha én is akkor lett volna ilyen motorom, amikor ilyen motorra vágytam. Akkor az kurva jó lett volna.
Ennyi volt már a, nem is tudom, mi volt a témánk. Már. Nem sokára jövök megint egy következő videóval. A következő videóban lesz egy vendég megint egyébként, mert valaki rám írt, hogy valakinek a motorját kérjem el, és ott fogtam, és a videóban belül szépen felhívtam az embert, hogy mondták majd, hogy addad a motorodat, majd kiderül, hogy odaadta-e. A kérésem az, hogyha kérdésetek van, akkor igazából kicsit fussátok meg azt a fajta kört, most már annyi kérdés jön, és olyan sokszor ismétlődnek, vagy olyan jellegű kérdések jönnek, hogy egy, ha kérdésedet fölteszed, még mielőtt megírod nekem, akkor léci nézd meg, vagy gondold át, hogy esetlegesen a Google-ba beütve nem kapod meg a választ rá 2 másodperc alatt, mert mondjuk valaki küldött ilyen kérdést nekem, hogy szia, meg tudod mondani, hogy hol vannak a Kawasaki szalonok? Hát Google és kiadja. A másik, hogy esetleg azt nézd meg, hogy azt gondold át, hogy ezt a kérdést már nem tette föl valaki. A harmadik, ha felteszed a kérdést, akkor léci, azt már mondtam, ne írjatok litániát, ne legyen 37 felvezető mondat, mert most már nem olvasom be ezeket a hosszú leveleket, de viszont kurva sok idő kimazsolázni belőle, hogy igazából mi a lényeg, meg mit akarsz, de ezt zömítitek nekem 5-6 mondatra, szerintem 5-6 mondattal el lehet magyarázni mindent, ekkor ezóta motorozol, ez a kérdésem pont. Az olyan jellegű kérdésekre is marha nehéz adni választ, ilyen tömör rövid kérdéssel. Szia, 2002-es Z650-ről mi a vélemény? Vagy Z750-ről? Mivel kapcsolatban, hogy hogyan vagy? Túrára vagy pályára akarsz menni, vagy egykerekezni akarsz? Vagy, hogy, érted, nem tudom mi a megközelítésed, mi az, hogy mi a vélemény, általános vélemény, mondjuk, hát az egy jó motor, kérlek, jó régi, biztos van benne henger, dugattyú, kerekek, és forognak a kerekek. Tehát így általánosságban ilyen kérdést nagyon, nagyon nehéz megválaszolni. Meg nem is tudom még mit akartam mondani, hogy milyen jellegű ilyen gondolat még így fusson végig a fejetekben, mielőtt küldtök kérdéseket. Nagyon szívesen veszem a kérdéseket, csak rohadt sok időt elvisz az, amikor fölöslegesen futjuk a köröket. Jó? Ha kérdés van, amikor átgondoltad már, hogy se Google nem tud segíteni, se semmilyen, és tényleg érdekes a történet, és tényleg olyan megválaszolom, de ez a milyen motort vegyek szerinted, nem tudom, amilyet akarsz, akkor nyugodtan jöjjön a kérdés a facebook.com/dodorsó privát üzenetben, mert továbbra is sem olvasom folyamatosan a visszamenőleg a videók alá feltett kérdéseket, látom, hogy néha érkeznek, de már csak legyintek, úgyhogy nem sokkal megtalálkozunk, hogy egy nap vagy 2 nap olyan videó valamikor így érkezik.